a nyugalom szigete, gyakran illetik ezzel a jelzővel Tolna megyét, akkor, amikor bűnügyi statisztikákról van szó. A hírek ugyanaz országnak ezen a részén is gyakran számolnak be izgalmas rendőrségi elfogásokról és bírósági tárgyalások ítéleteiről, ám közel sem olyan sűrűn van erre lehetőségük az újságíróknak, mint az ország más részein. Ez a rendőrség bárki számára böngészhető bűnügyi térképe. A megyékre osztott ábrán minél sötétebb egy szín, annál több a bűncselekmény ott. Látszik, hogy például a rablások számát tekintve Tolna megye a legvilágosabb megyék közé tartozik. Hasonló a helyzet a lopások és lakásbetörések esetében is. Személy elleni erőszakból, mint a rágalmazások, a segítségnyújtás elmulasztása vagy a testi sértések viszont már a legfertőzöttebb megyék közé tartoztunk tavaly az év utolsó negyedében. A pontos számok egyelőre nem nyilvánosak, azt viszont Tolna megye bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is megerősítette, hogy egyes bűncselekmények száma valóban emelkedett. Nagyon kismértékű emelkedés tapasztalható a bűncselekmények számában, Tolna megye tekintetében ez 101 néhány bűncselekménnyel emelkedett. Ehhez hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan sorozat bűncselekménynek a felderítése generálta ezt a növekedést, amit eredményesen tudtunk befejezni. Hogy az egészhez képest mennyit jelent a 100-nál valamivel több bűncselekmény, érdemes megnézni a KSH ezzel kapcsolatos adatait. A hivatal szerint 2017-ben 7308 bűncselekmény történt Tolna megyében. Ehhez képest a nagyjából 100 esettel több 2018-as év, legfeljebb 1,5%-kal magasabb számot eredményezhet. Hogyha megnézzük az eredményeket, amik jelen pillanatban rendelkezésünkre állnak, akkor mind a felderítési eredményesség, mind a nyomozás eredményesség emelkedett. De én úgy érzem, hogy a bűncselekmények, a regisztrált bűncselekmények számában is néhány bűncselekmény kicsit emelkedett, és így az összbűncselekmény is, de hozzá kell tenni, hogy Tolna megye továbbra is az ország egyik legbiztonságosabb megyei közé tartozik. A bűncselekmények számával tehát a rendőrség munkájának hatékonysága is nőtt, és ahogy elhangzott, Tolna megyében továbbra is kevés bűncselekményt követnek el az ország más részeihez képest.